Kötelező a parlagfű elleni folyamatos védekezés. Megszűnt a július 1-i türelmi idő. Az idei évtől szigorúbb szabályozás lépett életbe a parlagfű elszaporodásának visszaszorításáért. A tulajdonosoknak így folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását. A parlagfű szennyezettség leginkább a külterületeken jellemző. Az elhanyagolt birtokokon egykor mezőgazdasági művelés alatt álló területeken gyakrabban fordul elő. Ha valaki ilyent lát, a Nébik honlapján is bejelentheti, ugyanis a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal idén is parlagfő bejelentő rendszert működtet a szezon végéig. Ahogy a korábbi időszakban is megszokott voltak összerett felélők folyamatosan ellenőrzik a, a belterületet, a mezőrök pedig az illetékes területükön a, a parrakfűnek a, a virágzását. Amelyben tapasztalnak ilyen jelenséget, akkor értesítik az ingatlan tulajdonos, hogy azonnal szüntesse meg ezt a anomáliát, vagy amelyben nem érik utal, vagy nem teszelget a felszólításunknak, akkor az illetékes hatóságnál pedig eljárás kezdeményezünk.